A súranópályán. Weber Gabi a súranópályán érkezik egyébként. Szélárnyék. A szélárnyék, igen. Mielis Norbit nyugodtan kérdezhetetek a galambokról, ugye neked is volt már ilyen. De ott egy kicsit, hogy mondjam, szomorúra sikerült a találkozásatok. Az a galamb nem volt ilyen jó reflexekkel megállt, az konkrétan betotyogott. Elustult, pedig ön Monzában volt? Hát a Monzában nagyon-nagyon lusta galambok. Hát gyorsan mennek az autók. Látod, hogy a városi galambok mennyire élelmesebb. Élelmesebb. Vázquez, a.k.a. Haida, tehát also known as Haida kérdezi, hogy a második rajtnál újra programozták a kocsikat, vagy csak telemetriát néztek, szerintetek? Bármit csinálhatna. Menjünk is tovább. Hát kérdezzél akkor... még, hát az eleje annyira lassan indult be, hogy... Tényleg? Persze. Szóltak a fülemre, hogy mindjárt vége. Ja, hát akkor... Pedig akarjátok, még csináljuk? Amúgy meg a VTCC magyarországi hétvégén találkoztunk Taki Inuével, akit ugye itt ütött el a biztonsági autó, miközben oltotta a versenyautóját. Zoli próbált vele egy interjút csinálni erről. Próbáltam előbeszélgetni, azt mondta, hogy no, ez egészséges, ezt nem akartam. A tátát is megszereztük, hogy Taki jön föl rá. De akkor próbált interjút ki. Készíteni, mikor elütötték? Jó, a jó riporter akkor próbál, hát az én nem tartozom annyira a jobbak közé, úgyhogy csak utána. Köszönöm, hogy itt voltatok, srácok, két hét múlva találkozunk. Neked mi a következő? Ed Carpenter van pole position. Ed Carpenter pole position. Két hét múlva Moszkva. Akkor nem leszel itt velünk, neked meg majd kiderül. Neked meg két hét múlva Kanada. És utána Pannonieringen menni fogok egy Ferrarival, ezt mondom. Ott leszünk, kameráikkal. Búzs Edinával egy csapatban. Na, tényleg? Ja, nem is újságolt. Még derülnek ki. Hosszú távú verseny? Hosszú távú verseny. Köszönjük, hogy velünk tartottak, kérem, kapcsolják ki a kézülékeket. Viszontlátásra, minden jó. Sziasztok.